Hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők, engedjék meg nekem, hogy nagyon nagy tisztelettel köszöntsek mindenkit itt a Liget fürdőbe Gyoma Endrődön. És mivel már a tizet elütötte az óra jócskán, akkor elmondhatjuk, hogy kezdődhet itt a Gyoma Endrődi Liget fürdőben a Fürödjünk Együtt, Főzzünk Együtt rendezvénynek a megnyitója, és én ebből az alkalomból fel is kérem Toldi Balázs polgármester urat, hogy köszöntse, illetve nyissa meg a rendezvényt. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok én is mindenkinek, köszöntöm a zsűri tagjait, köszöntöm a versenyzőket. Nagyon örülök neki, hogy ilyen szép számmal összejöttünk itt a Liget fürdőben a 8. alkalommal megrendezésre kerülő versenyen. Itt, ahogy reggel tájékozottam, talán 28 féle versenyétek fog elkészülni, ami jóval több, mint a tavalyi. Ennek is nagyon tudunk örülni, bízom benne, hogy a zsűrinek nagyon finom ételeket kell majd megkóstolnia. Amiben egyébként biztos vagyok, hiszen reggel én itt körbe jártam. Itt ott kaptam egy-két ígéretet, hogy talán kapni fogok a reggeliből vagy az ebédből is. Aztán majd látjuk, hogy mi lesz az ígéretből. Voltam olyan helyen, ahol azt mondták, hogy már éjfélkor elkezdtek valamit sütni egy kemencében. És úgy gondolom, hogy akik itt vannak, azok nagyon finom ételeket fognak főzni, sütni. Rákészültek erre a rendezvényre. Kívánok mindenkinek nagyon jó hangulatot, jó szórakozást, finom ebédeket, jó étvágyat, és a zsűrinek pedig jó munkát kívánok. Ezzel a versenyt megnyitom. Köszönöm szépen, és én arra kérem a fürdőigazgatóját, Gere Krisztiánt, hogy ő is mondja el gondolatait a rendezvénnyel kapcsolatban. Szép napot kívánok mindenkinek. Polgármester úr szerintem mindent elmondott. Én annyival egészíteném ki, hogy a főzés mellett van felhőelosztató pálinka több helyen. Ha valaki még nem ivott, akkor szerintem vegye nyugodtan kézbe a poharat és kóstolja meg, mert bízom benne, hogy jó időnk lesz a mai nap folyamán. Én mindenkinek kellemes időtöltést kívánok a mai napra, zsűrinek pedig szintén jó munkát. Köszönöm szépen, és akkor kedves vendégek, én azt kérem önöktől, hogy vessék be a tudományokat, és próbáljanak meg a legfinomabb ételeket 12 órától a zsűri részére biztosítani. Köszönöm szépen!